A pingpongnak a forradalom is, ugye ezekkel már is meg lehetett csinálni.
Régen csak nyestek, úgy húzogatok, indítottak. Utána bejött ezzel a pörgetés. Az egésznek pipom, mai pipomnak a lényege, a pörgetés és a kezelése hogyan változik, annak megfelelően változott az asztal. Mert a pörgetésnek az az elem, amelyik az egész pipomot forradalmasítja. Na ebbe jártunk mi élen. A pörgetés, hogyha visszaemlékszünk, a 60-as évek elején jött be Magyarországra. Rózsás Péter volt az első, aki pörgetett. Rendkívül jól használta a csuklóját. Abban az időben például Fábor jó játékos volt. Vagyis például mondjuk játszott egy olyan játékos, ami Gyorgyuka, Romániában volt. Az megverte 15 forra a Fábor. Mert puff, pörgetett neki egyet, belerászott, de hallottál Gyorgyukáról. Milyen nevezetes? Nálam kezdte. Hát puf, pörgetett egy kis cukróval, Jani fogtunk belevágva, kiütött a kezet. Abban az időben nem tudták kezelni a pörgetést. Milyen pörgetés volt először? Gyere, fogva elmutatjuk. Húzd már bejjebb, az készül. Nyerd vissza, és akkor így pörgetett egyet, és így pörgetett. Jó. Így nem. Így pörgetett. Ilyen lassú pörgetés volt. De ezzel nem tudtak mit kezdeni. Nyúljál vele, vagy pörgessél ilyen lassú magasat, és én most faházi vagyok, mint régen, gyorsan. Idegesték ki. Volt, hogy úgy verte meg a Rózsás Péter a faházit, amikor először pörgetett, vagy valamelyik védőt, nem tudom melyiknek, mert nem tudták, és nem tudtam egyet alasztalható. Na most, utána pörgetés és a kezelés forradalmasította a sportát. Mit lehetett csinálni a rakával? Hát védeni lehetett, ugye? Gumival védték, lejjebb engedte a pörgetéseknél, vagy szofttal védték. Eljutott már oda, hogy ahogy vékonyabb szoftot használtak, kicsit lassúbb szoftot használtak, és akkor mondjuk például 1968-ban Börzsei második lett a világ. Az Európa bajnokságon súlybe kellene, két gumival, két szoftal, vékony szoftot. Ez egyik formája volt a pörgetés kezelésének, a másik formája volt a pörgetés kezelésének a visszadroppolták. Tehát oda tartották. És én az leszek, aki nem tudok folytatni, mert abban az időben nem tudták folytatni. Így, ugye? Pörgetett, és akkor elkezdtek kontrázni utána, mert nem volt folytatott pörgetett. Pörgettek, és elkezdtek kontrázni. Kialakult az, hogy a pörgetés arra volt, hogy felrántom, másik oda tartja a gyűtőt, és elkezdenek kontrázni. Ez volt a 60-as évek játéka. Ebben az időben, ugye Magyarország, hát annyira nem volt, 64-ben volt Európa bajnok Rózsás Peti Máté Sárival, ő cegrédi születésű, ugye cegrédiek tudják. Utána nem nagyon voltak nagy sikerek, Börzsei volt 68-ban Európa bajnokságon, Haragi Sanyi, aki sajnos meghalt, ő volt az egyik legjobb játékos ebben az időben. De ott egy pöri volt, amikor már az gyorsabbat is, és kontra. Ebből alakult ki, ebből jöttek a forradalmárok, mint jó nyerpista, aki forradalmasította a pingpongot, mert az egyik pörgetés után folytatni tudta a pörgetést, és folytatta. Úgyhogy lett egy pörgetés, megváltoztatta az ütőszögét, az passzívan visszadroppoltak, és azt pedig elkezdte húzni ugyanúgy, nem ölte még meg, egyszer följött, akkor ráállt és bepörgetett. Na, legyen jó nyerpista. Jó? Mondjuk a jó nyelvista, csak hogy közbeszúrom, az ide állt ki mindig fogadó, ugye? Így. Megkérdezem most, aki működő edző. Van egy balkezes játékosod, és én ide kiállom. Látom, hogy hogy szervál? Nem, mert ő így áll benne. Én kiállok oldalon, és a mostani szabály szerint nincs fixálva a fogadó helye. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész szabály rossz, te oda küldheted a te játékosodat az oldalra, és nem látja a parkeres jobbkezes viszonylatában a szervát, és az egész
Cervantes, csak úgy mellesleg beszélt. Tehát a gyógyelviségre kiállt, mert ő tenyeresen megrántotta, és akkor utána folytatta, és akkor leszek gyógyelviségre, jó? És megpróbálom még folytatni, és akkor te abszolút passzívan csatolod, jó? Tehát megfelelődte, és folytatta, egyszer kiváltott is rántott. Tehát ilyen hosszú mozdulattal, mert ez a pingpongál az nem váltotta. A csehek, Kunc, Orlovszki, ezek a csehek így tartották Lianará is. És ez mindig fejlődött. Jó nyelv listáig tulajdonképpen az egész asztaliteniszt forradalmasított. Különösen jó nyelv lista volt ebben a nagy, mert ő azért a forrát pörgetés is behozta, meg ezzel az érdéken. Klampár pedig megelőzve a forrát, már egy 15 évet rányomott, és Buffy forrát pedig lehúzta, ami már megelőzte a forrát. A forrát a tenyeres élet hosszú mozdulatban volt, de azt is azt a közelben csinálta. Tehát az asztaliteniszt forradalmában mi voltunk a legnagyobb úttörők. Ez a generáció, és itt van még ugye a Gergely Gabi, akit azt kell mondani, hogy ezt legjobban variált, megcsinált ezt a vegyes játékot. Az a baj, hogy a Gabi utánozni akarta a jó nyelvistájukat, mert ő annyira biztos volt, meg annyira vegyesen tudott játszani, hogy ő ugyanazt játszott, mint grubba. I speaking about Gergely, that was the play like a grubba. Tehát ugyanazt játszott, mint grubba, mindent játszott, és utánozni akarta nagyon jó nyert, meg ezért ezekre a pörikkel, és akkor szépen bejátszott. Akkor mentünk el a Cegvédre, akkor már jövő. Akkor mentünk el a Cegvédre. Ugye emlékeztek rá? Akkor már Péregyház ellen nulla partit nyertem. Nulla partit nyertem, kérdezik, 89. Oké. Na, a lényeg az, hogy jött ez. Na, mit lehet csinálni? Ezzel a húzza, azt egyszer följön és bepörgött. Ezzel mit lehet csinálni? Hát, máshogy kell kezelni. Tehát a minden stílus változása a pöri kezelésből indul. Hogy lehet máshogy kezelni? Úgy mondjuk, hogy nincs példa, hogy csinálta a Licsensi, vagy csinálta a Lucsivej, vagy csinálta a Sziszájke, meg ezek fogták és szentsével, ahogy jött a fölszálló által szétütött. Nem engedték azt, hogy lassan húzza, jól tudja, ez volt az időszak, ami megzavarta az időre, azért a nagy zsugásokat, jó nyeléket is, mert jó nyelv például életében ellenem a kicsensi, de viszont a világbajnokságon őt egy négy évekületre húztive egy, hogy az utolsó poén olyan volt, hogy Pista fogta, így beindította ezt a mostani divatos banánt, de az annyira banán volt, hogy a szerte szép volt nesem, azt még egy ember tudta csinálni az Alánosi évekkel. Annyira szép nesem, hogy a Lucsivel elkezdte dobolni, és így ment. A saját így háromszor fognak a saját érzel. Tehát dzsongör volt a jó nyelvésre ezekkel a dolgokkal. De egy ideig megzavart őket, hogy egyből szépítették a kínaiak szemcsével alatt. Puff, belugrott, fölött. De ez egy időre megzavarta, és akkor utána mit lehet csinálni? Magyarok ugye akkor elkezdték a világbajnokságot. Lakosan pörgetni, ez egész lakosan, hogy ne szálljon fel, hogy ne tudjon belevágni a szemcsés. Mert hogyha nincs íve, már mostanáig is, ha nincs íve és szemcsésre játszott, és lakosan pörgetett különböző farsat, ő csak kezelítik, mert az marha nehéz rájutni, hogy pontosan bejöjjön. És ezzel a Pistáék ezért megzavarták őket. A Klampár meg pucs lehúzta. És pont ez az élet a szomorú, hogy a Klampárnak meg lett volna az első esély az olimpia négyfőzőjét. Egy olyan szemcséstől kapott ki a kintítéktől a 88-as olimpián, akit neki reggelire kétszer meg kellett volna enni, és még éhesnek is kellett volna maradni. Ott kapott ki tőle, mert az volt a majd. Igen. Döntőbe jutott, úgy a harmadik helyig kikapott a Lindtől is. Aztól bejut a döntőbe, máig is sokkal több pénzön ennek a Klampár TV-nek, de sajnos ott Koreában kikapott tőle. Akit neki már meg kellett volna verni, mert egy csapatban játszott dingivel, szemcséssel, bebújott szemmel, és
Csengong Csánt meg tudta verni, hogy nem Csengong Csán sokkal jobb volt, mint ez a Kim Ki-tét. A lényeg az, hogy szemcsések egy ideig megzavarták a pingpongosok, és utána jött a másfajta kezelés. Hogy lehetett kezelni, hogy körül el lehetett kezelni, visszapörgetett. Van, aki visszapörgetett, jó? Hátulról visszapörgetett, mert mondhatok ilyen Kuharski vagy nem tudom, milyen játékosok, gyönyörű szépen pörgettek oda-vissza, de hát azért ez sem volt az igazi kezelés, mert előtte már eldőlt sok minden az első labdánál. A legfontosabb volt ugye, hogy bejött a asztalnál lévő kezelés, ugyanúgy pörgetéssel való kezelés, nem droppolással, pörgetéssel. Ugye a lényeg az, hogy nem tartották a labdát, hanem meghúzzák, ráhúzták. Mostani pingpongról beszélek már, végeredményben, amikor én oda mentem Ausztriába, slágernek egyet, elkezdett kontrázni. Jött egy pörgetés, és elkezdett kontrázni. Mondtam, na ezt felejtett fajtás, ugye ütéspajtát már nem engedek neked. Csak akkor, hogy kifekszik az ellentét, és már ott a labda, és csak vissza kell kontrázni. Akkor az egyszer kontrázni. Még az egy évig kontrázott, hanem nem lehetett. Mindent le kellett pörgetni. Nem azt mondtam, hogy ész nélkül lepörgetni, hanem le kellett húzni. Most is van sok olyan játékos, aki az elsőt megtartja és utána kezdi el lepörgetni. Szerintem az jó már most is, hogyha az elsőt megpróbálom egy kis biztos felső farssal kezelni, és nem megtartani, és utána törekedni a lepörgetésre. És a svédek vezették tulajdonképpen. A lepörgetés az első erőmény volt, amikor jött egy part, és ilyen szépen végig lehúzva lekezelte parkézzel, és úgy tenyeresen meg mindent lepörgetett. Ez volt a második forradalom az asztali tenészben, az első, tehát az asztali tenész pörgetés, pilóta pörgetésről beszélünk, amit mi csináltunk a magyarok, a második pedig, amit a svédek csináltak. Ezzel a pörgetéssel, az asztal feletti pörgetéssel, gyors pörgetéssel, asztal közelből való lepörgetéssel. Holott nem teljesen csináltam egy Perzon, mert a Perzon rengeteget kontrázott, de még ezt is tovább fejlesztették már. Ezzel az asztalnál lévő teljesen pörgetéssel. Most már, ha egy Perzon játékát maga elé képzeled, meg összehasonlítod mondjuk egy Fang Jack Dong-nak a játékával, az már teljesen hiperdimenzió, amit ez játszik egy régi Perzonhoz képest, holott a Perzon is mekkora nagy játékos volt, még azért a pekingi olimpián is négy között volt, tehát 42 éves. És azok rájöttek, mindent húznak le, tehát az az elem, hogy pörgetés teljesen dominálóvá vált, már a kezelésnek a módja is a pörgetésnek, attól függ, hogy milyen magas szinten játsz, hogy milyen gyorsan tudod ezt végrehajtani. Lassan tudod végrehajtani, akkor nagyon nagy játék, és ugyanígy a gyerekeknél is ezeket a pörgetéseket szépen lassan meg kell tanítani, és szépen minden elemet meg kell tanítani. Így alakul ki tulajdonképpen a mai modern asztali tenisz, röviden átfutva a dolgokat, mégpedig a legújabb változata, az, amit meséltem azt a poént, amit a jó ide csinálta Lucsivel ellen, azt a kínaiak elővették. És egy jó néhány éven ezelőtt a Korbel alkalmazta ezt, elég sokszor ezt a korán banán indítás, és akkor Korbelról lekopírozták, és kifejlesztették. Gyakorlatilag kialakítottak egy olyan játék stílust a kínaiak most már, hogy gyakorlatilag az asztalnak a két harmadán, ha rövid labda jön, nagy részben konát, ezzel a banánindítással, vagy egyenesindítással, vagy különböző konátindítással. Szétnyomják az asztalon, és utána azonnal lepörgetik, általában idehúzzák vissza, vagy konákkal, vagy fölösen. Tehát ezért alakul teljesen az asztali tenisz. Én rengeteg előadást tartottam még annak idején különböző országokban, és rengeteg videóanyagom is van erről. Ott ugye nem hoztam videóanyagot, de azért, mert azokat az előadásokat, amit tartottam még ezért 3-4 évvel is, hát elhagytam. Az utolsó 4 évben annyit változott a pingpong, hogy az, ami 4 évvel ezelőtt pingpongozták, nagy részt elhagytam.
nem az alapjáték természetesen, hanem a szisztéma ez annyira megölte, és mindig összehasonlítottam, mondjuk a sláger meccsét, amikor játszott mondjuk a kombinált elődöntőt, összehasonlítottam az utolsó világbajnokságon, amikor ott ültem a kártos mögött a világbajnok ellen, milyen meccs volt az. Hát a Sanguike és a Gárdos tulajdonképpen arról szólt az egész. Beszerlát, tehát megindultottam, innen, puszták, semmi más nem tudom. Sláger, konkrétul meg semmit tudom. Megindult az egyik, másik, visszadrokkolt, elkezdte pörgetni, innen pörgetni, onnan pörgetni. Teljesen más ping-pong volt. Teljesen megváltozott a mai ping-pong a régihez képest. Most már nagyon-nagyon meg kell lépni, hogy mik azok az elemek, amelyek végeredményre fogtatni kell, mik azok a legfontosabb elemek, amelyek meghatározzák a mostani vincit. Ez nem jelenti azt, hogy az alapjátékot nem kell megtanítani, tehát ugyanúgy meg kell mindent tanítani, mint ezelőtt, és ezeket az extrém C elemeket be kell építeni, amelyek kialakítják a mostani vincit. Ez a feladat a most egy mai modern edző. Ezt megcsinál. Ezekről fogunk mi beszélni, hogy milyen gyakorlatokkal érjük el azokat, milyen ütőtartásnak kell lenni, hogyan merhetünk, hogyan vezessük le az egészet. Na, ez egy rövid bevezető volt, hogy ezt itt azt kell, hogy azt tanítani, ez az ütőbogyatás fejlődése, játékstílus fejlődése, a kötyögés korát és kontraütés, védés, pörgetés, mérföldkő. Tehát én erről beszéltem eddig, a pörgetés fajtáinak fejlődése. Tehát ezeket mi be tudnánk mi mindent mutatni Norival, pörgetés kezelésének fejlődése. A modell azt mondja, hogy nem is játékos is kialakítás. Tehát ez a rész, amit nekünk vázolni akartak. Ehhez van-e valami hozzáfűzni való, amit esetleg érthető volt eddig, adjál hozzá. Igen, tehát akkor egy kérdés is a barátod, hogy a különbség akkor valahol a konfliktúj utáni generációhoz, már nincsen nagyon dolgozó. Tehát a szörkétés és visszakorítás. A dolg az akkor eltudni látszik, illetve van egy elem, ugye, ami a fonák elem. A fonák elem átveszi a tenyeres szerepét, pontosságban, pontosabban a tenyeres az az azt már mindenki visz. Már tudnak pörgetni Malajziában, tudnak pörgetni Szingapúrban, akár onnan mindenki tud tenyeres pörgetni, és a fonák pörgetés gyakorlatilag a fonák pörgetés, ami átvette az egésznek az irányító szerepét a mai asztalon. Tenyeres is adott. Na most régen, még a 4 évvel ezelőtt az volt a cél, hogy fonák, kiáll és bepörgeti a tenyeressel. Ezt a célt is most már egyre jobban lejjebb kell, vagy át kell alakítani, redukálni kell, mert ha valaki jól alkalmazza ezt a fonákot, így húzza le, hogy ki az az ember, aki ezt tud állni. Nagyon-nagyon kevés van. És fonák szerepe ez rendkívül megnőtt. Nehogy azt higgye, hogy én, valaki, hogy én fonákot akarok, ez a fonákot, ami játszik valakit, hogy több potenciál van? Több potenciál van, mert olyan gyorsan csinálják, hogy mondom, a tenyeres adott. Amellett ezek az dolgok azok, amik rendkívül fontosak lesz. Fonák, lehúzás, utána kitáll, utána kiáll tenyeres, amikor már lehúz, és visszajön, akkor már tenyeresen öli meg a labdát, természetesen. De a fonák előkészítés, végrehajtó szerepe is hihetetlen nagymértékben megnőtt, és a mai asztali tenisz oktatásában is ezt kell szem előtt lenni, a fonáknak a szerepét. Lehet, hogy ez ilyen előadás, hogy a hallgattatok, amit többet én most mondok, de nekem ez a véleményem az asztali tenisz. Tehát, hogyha valaki vitatkozik vele, mert valószínűleg teljesen más oktattak még, Magyarországon az edzőknek 80%-ának valószínűleg van a véleménye, de nekem ez a véleményem a hosszú élet tapasztalat alapjában, ez így alakult ki, meg hogyha valaki nézi a legújabb kínaiakat, a legújabb pingpong mérkőzéseket, ez az irányba.
Feri, neked nem ez a vélemény? Jó, akkor ha te egyetérted, akkor meg vagyok nyugodva, mert ez így van. Tehát, na most és ez nem jelenti azt, hogy a gyakorlatokat úgy kell kezdeni a kicsi korban, hogy vagy gyere ide kicsi lányom, és akkor kapsz ide egyet, és tanul meg így. Ez mindent meg kell tanulni, és akkor jönnek majd azok az elemek, amik extra jönnek. Most végig megyünk azokon a gyakorlatokon, amik, tehát magyarul ti, mint edzők, mindent tanítsatok meg, amit én most mondtam, ez a csúcsa mai asztali tenisznek a férfi, asztali tenisz, azért mindig a asztali tenisz csúcsa, hiába a neve női edző, de azért a férfi edző azt határozzák meg a asztali tenisz technikával, meg mindenben, én most is, nem akartam előtte mondani, tehát ha a női edzők vagytok, akkor próbálják arra törekedni, hogy a lány, kislány egyre jobban próbáljon férfi pingpongot játszani. Ha próbálod ezt akarod elérni, és akkor minél jobban közelít hozzá, annál hamarabb tudsz eredményt elérni a női pingpongba is. Nézzük meg, ugye hát pont ma beszélgettünk Türei Ferivel, nektek két lányotok volt, ugye a Madarászdóri, ő is férfias pingpongot játszik, meg a kis Leila, aki most van, az is férfias pingpongot játszik. Tehát próbálni kell a férfias pingponghoz közelíteni, a stílusban oda. Na de először is meg kell tanulni pingpongot. Hogyan tudjuk megtanítani a gyereket pingpongozni, milyen gyakorlatokkal? Itt vannak felírva azok a gyakorlatok, amiket alkalmazni szoktunk az asztali tenészbe. És ezeket a gyakorlatípusokat fogjuk majd bemutatni az Olival, hát egy óra 20 percben végig megyünk. Itt van 10 gyakorlatípus, amelyeket jobb alkalmazni. Kicsi adok nektek, hogy egyet. Hát az első gyakorlat, ugye, ami, és közben mindig összehasonlítom a különböző országok iskolájában. Melyik országban mit szoktak van. Az első gyakorlat, ugye itt a pingpong asztal, van ennek jobb öltet, tenyeres sarkat, közel, meg van a barátok, felosztott asztal. Erre a három helyre matematikai lépés kéne szállítani. Mennyi variáció, kombinációnak van, hogy rakjuk. Ebből millió gyakorlatot lehet. Ez az alapja annak, hogy a gyerek megtanulja a mozdulatot. Egy helyre jön, akkor kivitelezik a mozdulatot. Ha két helyre jön, akkor már a lábmunkával is összekötött. Ha három helyre jön, akkor már esetleg kiállással is összekötött. Tehát mindennel, de ezen a három helyen rendkívül sokat lehet. Mi az, amit először tanítsunk meg, arra is rátérek, szerintem, most nem akarok, mert nem sok idő van, nem akarok egy más előadásokat, fél órákat kellene erről beszélni, de szerintem először rövid ideig, tenyeres kontrát kell tanítani a gyereknek, utána rövidebb ideig, mint régen vonáskontrát, utána párhuzamosan a nyesés, és abból kiindul a fals érzék növelésével, tenyeres pörgetés, és utána tenyeres pörgetésnek a folytatása. Ezek, illetve párhuzamos módon a kezelésük és a visszapörgetésük is majd az utolsó fázisban alakul ki. Tehát szerintem ez az asztali tenisz tanításának, az ütésfajták tanításának a sorrendje szerintem ez így lesz, így a jó. Ezzel lehet vitatkozni, mert a statisztikában a labdatartással kezdenek. Nem tudom. A lényeg az, hogy valamit tanuljon meg kontrázni, mert az alapbiztonságot ad valamit, meg az nem mindig jó a teremre, nem jó lenne az a labdát, a gyerek vonákkal is tanuljon meg kontrázni, utána induljon be a lába, utána jöjjön a pörgetés, utána jön a nyesés, ugye a nyeséssel induljon be a pörgetés, és folytatni azt, ahogy régen a kronológus sorrendben levesz. Na, nézzük meg, milyen jellegű ilyen rendszeres gyakorlatok, ilyen sablon gyakorlatok. Bemutatok egy pár
gyakorlatot, ami divatos, melyik országban hoztuk. Hát Svédországban lett híres ugye a Falkenberg gyakorlat. Svéd iskolák gyakorlatilag, ez nem egy csoda, ez egy konár tenyér. Kezdjük egy Falkenberg-el, Zoli bemutatja, hogy a Falkenberg-el hogyan lehet. 2-1. Hát, kettő a konár kiáll, egyet a tenyeresére, konárra kiáll a másodikra, és utána folytatja. Körgetésre, tehát ott vagyunk már, hogy a gyerek megtanul kontrázni, mert annyi idő nincs, hogy most a kontrát is megtudtam. Csináljuk fordulálatot. Kontrafasz. Ezt a gyerek már ezt fogja tudni csinálni. Tehát megvan benne a kilépés is. Most pörgetés. Vagy olyan gyakorlat ment, ami már például
Egy vagy kettő, közé és valamelyik sak. Ez már egy olyan gyakorlat, amihez úgy már fel kell kötni a becsavadzagot, mert középre rakom, utána hovathatom. Adhatom középre is, mert kettő is lehet. Adhatom erre, egy arra sarokra is. Mert a gyakorlat úgy szól, hogy egyszer vagy kétszer középre és egyszer sarokra. Gyere, megnézzük a Zolinak. Most kétszer. Most egyszer raktam középre, de rögtön vissza. Ugye? Tehát középre, most hová? Most kétszer raktam középre. Egyszer. Középre, most hová? Ez már annyi lehetőséget alakított ki, hogy itt már a koordinációs készség, a mozdulat gyorsasága, ez már hihetetlenül megváltozik. És hogyha mi edzünk, ilyen jellegű gyakorlatok lesznek a játékosoknak az alap, akkor innen már gyorsabban tudsz előrelépni, mert hogyha ezt egy bázis szinten meg tudod alakítani, hogy ezeket a gyakorlatokat megoldja úgy, hogy meg tudja csinálni a gyerek a gyakorlatot, akkor már egy olyan szintre jutottál el, hogy könnyebb onnan improvizálni és az új dolgokat még beütni. Mutatom még egy pár ilyen gyakorlatot. Mondjuk van az, hogy köt egy konát, és utána a második akár hova mehet, utána a harmadik megint a konákra kell, hogy menjen, a negyedik akár hova mehet. Nézzük ezt. Konát, köszönöm. Konát, egy konát. Akkor muszáj nekem a negyedik, ötödiket is oda raknom. Konár, kenyek. Konár, közé. Konár, konár. Most még egyszer oda. Kenyek. Konár. Stb. Csinálhatjuk ezt a fenyeres oldalat. Egy konár, egy fenyeres, egy a következő akár. Még egyszer oda. Akkor még egyszer oda. Közé. Fenyeres, konár. Közé, tenyeres, közé, tenyeres, közé, tenyeres, konát. Tehát, ha őnek kialakul így az a technikája, hogy ezeket a gyakorlatokat, ami alapgyakorlatok lesznek ezen a szinten, akkor már fenterről tudsz lépni. Hát most Belgiumban voltam, egy 2-3 edzést tartottam, és sikerült egy olyan békemissziót teljesítenem, hogy összehoztam a vallonokat és a flamandokat, és most már együtt készülünk az Európa bajnokságra az én irányításom alatt, de én csak ilyen bérmunkát csinálok, és ilyen békemissziót teljesítettem, és a vallonoknak az edzője, a Bratanov, azzal beszélgettem, és először befogjam ezeket az, hogy valaki már ez lesz a bázis a kívülóban, ezek a jellegű gyakorlatok. És megpróbálja úgy a munkáját így fölépíteni, hogy innen hova tud ugrani. Tehát nem az alapgyakorlatokról kerül majd akárhova, vagy a messi jellegű gyakorlatokhoz, hanem a felépítés lesz ezek a jellegű gyakorlatok, és akkor utána így folytatódik. Na, mondjuk még ilyen gyakorlatok millióban. Mondjuk két harmadra akárhova rakom neki, ez is egy ilyen gyakorlat, ez egy kínai. Tehát Kínában, annyit kell tudni, hogy Kínában a gyakorlatokkal nem nagyon foglalkoznak, hogy milyen gyakorlat. Kínában egy dolog van. Játszanak három helyet, utána játszanak ezen belül akárhová, ezen belül akárhová, ezután a szerlalövő és szerlalövő akárhová. Ez a kínai gyakorlat. De, hogyha én azt mondom nektek, hogy egészen ide, akárhova játszhatsz, hát ebben benne van minden. Te játszhatsz 2-3-szor, középre egyszer, tenyeresre. Te játszhatsz egyszer, tenyeresre, egyszer, középre, akárhova, mert ebben minden foglalkozva van az akárhova. És itt jön az, amiről beszéltünk a nevenne, ugye, hogy a kínaiak motivációja akkor, hogy 130%-ot kell teljesíteni, hogy a válogatottban maradjon. Éppen ezért a motiváció miatt ezek a gyakorlatok jók. De egy európainak, akinek nincs akkora motivációja, előbb-utóbb csak ha csak ezt adod, akkor előbb-utóbb abból gond lesz, jön a szülő, elkezd okoskodni majd. Hát ez mindig ugyanazt mondja ez az edző.
kikezdik az edzőt, a Kínában nem kezdik az edzőket. Tajvanban olyan az edzés, hogy felül az edző a kakasülőre, és onnan figyeli őket. És úgy, mint a Schmasser, tehát figyelik, félnek tőlük, mint a tűz. Tehát ez nem úgy működik sajnos Európában. Mondjuk az sem se jó, de Európában teljesen más jellegű gyakorlatokat kell fölállítani és fölnevelni a gyerekeket, mint Ázsiában. Nem csak azért, mert más a motiváló tényező, hanem azért is, mert más a technika, más a kultúra, meg de ez a jellegű gyakorlatok legyenek a bázis, az alap. Na, ilyen gyakorlatokat mi sokat adhatunk. Na most, nagyon fontos, ugye ezek a gyakorlatok, milyen technikát kell, hogy feltételezzenek. Ezek a gyakorlatok nem lehet, hogy mindegyel, hogy így válja a gyerek alapján. Mert régen így válják. Ezt most már hogy lehet ilyet megcsinálni? Már eleve így kell válni, és az a fontos, hogy jól várunk a tanát. Csak akkor végre, ugye, ha akkor a nyesés van benne, hogy le kell menni. Nem len vagy és onnan jössz fölfelé, hanem fönn vagy és onnan végre. Ha szükség. Így kell elfogni most már a végónak a végző lényegét. Nem lentről kezdett, hanem fentről kezded, és ha kell, lent. És ezek a jellegű gyakorlatok, ezek a félregulális gyakorlatok pontosan ezt segítik elő. Például csináljuk azt, hogy akár hova, kétharmadon nyomom a Zolinak, és egyszer kinyomom a tenyeret sarokra, és akkor az bepörgetek akár hova. Ez a gyakorlat. Jó, gyerünk! Kezelés is sokféle legyen, nem csak tartás, húzás, mindenféle kell, hogy... Kinyomod. Ez például ez egy ilyen félreguláris gyakorlat, egy részben szabadon, mert már van egy egyszerre vált. De nem teljesen szabad jelenti. Ezeket a jelenti gyakorlatokat kell alapvált kialakítani. Ebből nagyon sok van. Gondolkoznak kell, hogy az hány fontos pontja van, kiemelt pontja, hogyan súlyozzátok az asztalot, és akkor ebből ti is kialakítottatok olyan gyakorlatokat, amiket még lehet, hogy másnál is használ, de nagyon hasznos jelenítek. Ez legyen szerintem a munkátok bázisa, és ebből épüljön be, akkor jó, fönn lesz a keze, ügyes lesz a lány, és nem lesznek a mai modern ping-pongban nem megfelelő lenne. Na, a szabad helyre adott gyakorlatot, hát itt jön, hogy a teljes értékű a kínai iskola. Na most visszatérve például a japán iskola. A japán iskola, azért mondtam, hogy mindig összehasonlítjuk. Most voltam Japánban 10 napot egy nem régen áprilisban. Egy egyetemen edzést tartottam, a kanadai válogatottal voltam ott. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy egyetem, nem tudom, hogy hány százezer Japánnal, Tokióban. És ezek már befejezték a középiskolát. És volt ott egy pingpong klub. Egyetemi klub. Amikor órájuk volt, akkor nem pingpongoztak, amikor nem volt órájuk, bement pingpongozni. Volt vagy 15-20 olyan pingpongozó gyerek, amelyik mind jobb volt, mint a kanadai válogatott játékos. Három, ez a harmadik legjobb egyetem volt, tehát tulajdonképpen azok megtanultak pingpongozni a középiskolában, a high school megtanulnak, és akkor utána már amatőrök lesznek, de tudnak pingpongozni, tényleg a legmodernebb pingpongot pingpongozzák, megmondom őszintén, onnan, hogyha azt a csoportot elhoztad volna ide 18 évesek, bármelyik országot kenterbe verte volna Európába. Simán, az a harmadik egyetem is a csoport. Harmadik egyetem, csoportja. Olyan jó. De nincsenek tovább menedzselve, kész, azokból nem lesz pingpong. Ez a
japán iskolának a hátránya, hogy megmaradtak az öreg szamurájok, mint edzők. És ezek az edzők, nem szó szerint értem a szamurájokat, ezek az edzők, ezek a sablon gyakorlatokat nyomták, semmi más. Tehát úgy kontrasztak azok a lányok, meg akik ott a helyzetben, hogy mint a villám. Tehát de tudták, hova jön a labda, ütötték, várták. Hát ez hihetetlen nézni is, milyen gyorsan tudnak játszani. Tehát amikor belefúj a bíró a sípjába, nem ütötték azt a labdát. Hát ez az öreg japán iskolának a hát. És akkor hirtelen volt egy edző, a Mario Amesics, aki gyakorlatilag horvát származású, mint a Cégner neven is. Akkor egy nagyon-nagyon-nagyon jó edző is volt, a Szebőn volt az edző, és egy nagyon jó menedzser is volt, és jött egy ötlete, ugye nagyon jóban van a Tyson-val, a Butterfly-nak az európai főnökével, a Bolvári férjével, és jött egy ötlete, hogy ide hozzuk a japánokat, ide hozzuk a Mizutani, először a Sakamoto, Mizutani később Sakamoto, Kishikawa, ezeket szépen ide hoztak, Takakiwa, és ezeket Európában felhelyben elkezdtek játszani, és az a szamurájuk, amelyik volt, és utána az, amit itt pluszba kaptak, az olyan látott őket, hogy egy óriási nagy robbanás lett a japán hip-hopba, pörfölt. Én a pályafutásom alatt Ausztriával Japán mindig hülyére vett. Kikaptunk már viszont az olimpia 2008-ban megvettünk Pekingben, 4 középjutásban, és kikaptunk viszont már a 2010-es világbajnokságon Moszkvában, Japántól szorosan, mert akkor azok már beérettek, ezek hihetetlen gyorsak, hihetetlen jó érzékük volt, és profivá váltak, mert kapták a Bundesligát, kapták azokat a dolgokat, amit az öreg szamurájoktól nem kapnak, és gyakorlatilag jó játékosok lettek, hazamentek, most már ők diktálják. A szamuráj, nem láttam edzőt ezzel az egyetemi 8 nap alatt, csak 2-szer bejött az öreg, mindegyik így meghajolt, így maradt 5 percig, az öreg megjelent, kész, nem csinált semmit, és hazament. Tehát így működött, de mindegyik olyan tisztelettel volt iránta, hogy ez hihetetlen, és visszamennek most ezek a Mizutánik Japánba, és ők saját maguk adják az edzést már, mert a szamurájok nem tudnak erről semmit mondani, mert már ők nem látják. Ők csak azokat a sablon dolgokat látnak, és így tartják egy ideig. Valahogy van egy olyan érzésem, hogy nem vagyok focista, de a foci VB-n is valahogy most ez történt, hogy az a sok dél-amerikai vagy közép-amerikai focista, mint Európában, Champions League-ában játszik, hazament, behozták az edzőt, Gána vagy mit tudom, hogy Costa Rica, meg ezek mindegyik itt játszanak Európában, és egy profi csapatot alakítottak ki. Marhára éhesek nemzetközi válogatott szintre, és valahogy így működött ez a japán ping-pong is az iskolák hasonlatában, hogy a japánok ezért lettek jó szerintem. Koreai iskola, az pedig egy érdekes dolog. Koreában nincsen hobbi játékos, vagy ilyen amatőr ping-pongot. Nincs amatőr. Mert mindenki, aki elkezdik, ott nincs olyan, hogy mindig mondjuk Kiskunfélesházán csak például a városi bajnokság működik, és lemennek az amatőrök pingpongozni. Koreában nincs. Koreában vagy legyen pingpongozó, vagy nem pingpongozó. Legalábbis a fiatalok közében. Lehet, hogy már aki még öreg játszhat, de tulajdonképpen az mindegyik jó pingpongozó volt. De olyan, hogy csak pingpongozgatok, olyan ember vagy jó leszel, vagy és alig van pingpongozó korábban. Nem is gondolja az ember, de például így. És ott is a koreai pingpongban is a nagy alázat, ugye, és a sok tenyeres, de rengeteg tenyeres van, mindig. Ugye általában megnézzük, hogy a koreaiak a konápoldalán nincs sok, a kínaiaknak van a konápoldalán szoktak országnál koreai. Elég sok koreai volt országos. Nagyrészt már azért több mint a fele átért Székelyre, Európaira, Ázsiába is, majdnem mind. Egyes országosok vannak, de az már mind használja ezt az oldalát.
majdnem olyan klasszikus, mint Riusek, mind vagy akárki, ez ilyen már nem nagyon. Hát már rájöttem, hogy egy oldal, a tonákot nem alkalmam azért csak tegyeres játszani, az a mai világban már nem ilyen tonák imitázat. Fogják, fog fejünk, oda kiugrik, meghúzza, átteszik, akkor innen mit így csinál? Semmi esélyt. Tehát ezért átalakult úgy a pingpong, hogy az egyes országok iskolái is teljesen megváltoztak. A hagyományos értelemben vett torszárfogás eltűnt. Csak a belső oldal alkalmazásával lehet még fönntartani magadat, sehogy máshol. Na, tehát visszatérve a kettes gyakorlatnál tartottuk, illetve a hármasnál, hogy a Kínában meg itt akárhova járt egész asztalon, és akkor te koordinál magad. Tehát alakuljon ki nálad sztereotíp módon az, hogy akkor állsz oda a tenyereset, amikor oda kell állni, és akkor nem állsz ki fölöslegesen, hanem automatikussá válik, hogy ha ilyen gyakorlatokat játszol a nyakában a labdát, hogy mikor, melyik oldalatot, hogyan alkalmazsz. Most én akárhol Zolinak játszani, és ő is gyakran játszott ezt a gyakorlatot, és ő tudja majd alkalmazni, tudja, hogy mikor, hogyan, merre, mit csinál.
kettő, egyszer közelről, egyszer távolról, egyszer közelről. Hát mélységi mozgás, ez egy francia is, egy tipikus francia iskola volt. Ezt a kettő-kettőt szokták alkalmazni úgy is, hogy kombinálják a konákkal, vagy konákot, vagy kenyeres rátízza. Nagyon jó lábmunka gyakorlat, amit én nagyon szeretek, hogy oda játszok és te állandóan kifordulsz, mégpedig úgy, hogy egy fél méterre hátrébről jössz előre, állandóan kifordulsz, és én bármikor lecserélhetem, mondjuk ez a legnehezebb, bármely a konák, a tenyeres után. Ha a tenyeres után kifordultál, akkor vagy oda jön a labda, még azt eléred, vagy konák. Ugye? Hát ezt csináljuk. Most. Nagyon jó lábmunka gyakorlat. Egyik legnehezebb lábmunka gyakorlat, mondjuk, ha valaki meg tudja csinálni, az már igen. Közép sarok valami. Tehát ez a közép sarok, de csak tenyeres. De nem gyors. Ez a Zolikának, ez a szeretet ezt a gyakorlat. Közép sarok, tessék. Minden tenyeresre terejni. Első közép, második valami sarok. Eddig van valami kérdés ezzel kapcsolatban? Érthető minden? Ezek egy kicsit ellentmond annak, amit kezdtem, ugye, hogy a konáké lett a világ, a konákindításért és a konák lepörgetését, de ezt is kell tudni hozzá. Mert azért indítod ezt a konákot, hogy oda jussál, hogy tenyeressel megjön a labdát, de a konákkal készíted elő. Tehát mindent tudni kell tenyeressel. Koordinációs technikai stabilitást adó gyakorlat. Na hát mi kezdem a gyakorlat? Például akárhova játszom neki, ő meg játszik két harmadra nekem. Például egy koordinációs készséget, egy stabilitás, egy anticipációs készséget javító gyakorlat. Tehát mondjuk pörgetés. Tehát mind a kettő pörgetéssel csinálja ezt. Hát ezt ki tudná ezt így mutatni. Jó, most megpróbáljuk. Jó? Tehát akárhova mind a kettő húzzuk mindenki. És félasztalom meg a tenyeresen, akárhova. Jó? Hát ezt azért még kéne gyakorolni. Vagy innen tenyeresre húzom akárhoz, gyerek. Ez a koordinációs kész. Stb. Hát és sokkal gyorsabb, mint én, de valahogy így kiállom az egészet. Ilyen jellegű gyakorlat is van. Illetve ugye azt mondtuk, hogy a pörgetést a pörgetéssel kell kezdeni. Konák, itt jön a legnagyobb szerep. Ott külön térjünk ki, külön a konák, különböző konák alkalmazását, ütésfajtát. Hányféle konákat szoktuk alkalmazni és mikor? Különösen a cseh iskolára jellemző ez, illetve a román iskolára, akiknek nagyon-nagyon jó a konák. Régen, bevágták keményen a labdát. Csináljunk egy ilyet, hogy én droppolok és te ütéssel csinálod. Azt nem tudom, hogy megállítom.
húzzák hozzá még egy darabba, hogy te intézzel csinálni meg a projekt. Régen. Mereljük is meg. Mondjuk épp bőrök, hogy drokkolják le. Így mereljük is meg. Ez egy valamikor lehetetni. Fúzműtése is. Ezt így kell látom, mert van, aki régen csak ezt csinálta, vagy most csak ezt csinálta. Ez már nem elég. Puff, lesodolják laposan, akkor már nem találja úgy a timingot, hogy bele tudjon ütni. Tehát van a korábbi, van a tartás, van a húzás. Mind a kettő húzunk alatt. Ez az alap, ez lett az. Bocs, ez lett az alap. Ez egy messzi tűr a bígat.
kerül. Vagy rövid korán, vagy hosszú korán. Európa-Ázsia meccsen, én voltam Európa-Ázsia ellen,
és az Ovcsalov játszott a Matemi, Kizsán meg a Samsonov, és fel ott néz. És az Ovcsalovval ott edzettem egy néhány, beszélgettem vele. Hát az Ovcsalov az edzéseinek nagy részét, 40%-át nem a nagy játékosokkal történet, hanem az apjával. És az apja sok határozott. Azokat a technikai dolgokat csinálja, ami neki fontos, ami mondjuk az azelőtti versenyben megmaradt, azt a technikát javítja. Például, amikor velem készültünk a versenyre, a következő gyakorlatot csináltuk, Ovcsalov. Tőlem úgy elfogadt, és akkor a, hogy mondjam, le a karakter előtte egy szimpatikus rász kegyomását keltette, azon egy jó viszonyban vagyok vele, hogy például milyen gyakorlatot csináltuk. Azt csináltuk, hogy neki nagyon fontos volt a fonát indítás, és utána visszajönni a legnagyobb játékügye, hogy ő mindenki fonákkal régi, utána visszajön a fonát és felül. Ilyen gyakorlatokat kell csinálni, hogy én akárhol tettem neki röviden, utána dobtam egyet neki hosszat kell. Rövid, hosszú. Így, és utána hozzá, és rögtön fönn a kezébe, tehát konkrét tudtál, és még így húzom fönn, utána fogom, és akkor megfölik a kockára, és kiütött a terület, de tele volt fönnített. És akkor megfölik a kockára. Hát akkor figyeled, hogy azt mondtad, hogy ezt át kell húzni. Ugye, ez így, ez gyors fölni, ez nem fogom, ez fogom, ez megfölik. Tehát különböző ilyen jelenlő gyakorlatokkal meg lehet a mai modern játékot is imitálni. Egy edző a legjobb játékokat otthon tudja tartani és fejleszteni tudja még egy jó darabig, ha ilyen soklapás jellegű gyakorlatokat csinál. Ennél nem idézünk, ennél időzünk tovább, mert ez a játék, játék sava borsa, és a jövőnek a rendkívül fontos gyakorlatok szempontjából egy legfontosabb része, a soklapás. Azért szedjük már össze a labdát egy kicsit, hogy fújjam ki magam. Tudunk ezzel a soklabdás edzésre. A soklabdás edzésre kezdjük azzal, hogy a kisgyereket élni. Minden mozdulatot meg lehet vele tanítani. Tehát a tenyer görgetés az a legjobb, ha az első oda a soklabdával. Ha nem sértenek meg benneteket, esetleg egy kis technikáját is röviden elmondom, ha valaki nem szokott sokat soklabdázni. Hogy kell ezt valahogy csinálni, mert egy edző elkezd sok labdát, elkezd így sok labdát. Minden fel. Próbálj párhuzamosan az asztallal az ütőt vinni, akkor nem megy úgy föl, és nagyobb nyersést tud vele. Ez az egész lényege. Tudod adni ugye lepattanva, ugye, lepattanva, vagy tudod adni kézből. Hát a kínaiak sokszor kézből szokták így adni, tehát így is lehet adni, vagy lepattanva. Ugyanúgy. Lehet a labdát dobni, ütni, így is lehet ütni, így átalakozott, így is lehet, nem baj az, a kezdő még így is kell ütni, vagy lehet ütni úgy, hogy egyből így, lehet körgetni, így, lehet körgetni, így, lehet körgetni, tehát háromféle körgetést tudsz alkalmazni, attól függ, hogy mi a célod. Ha farsot akarsz pörgetni, akkor a másodikat alkalmazod, ha gyorsat akarsz pörgetni, a harmadikat alkalmazod, hogyha kamut akarsz pörgetni, a kamut alkalmazod.
lehet ezt az egészet lefolyni. Backhandből is, mások körgető backhandből, gyorsatúz körgető backhandből, tudsz kontrálni mindent. Tehát tulajdonképpen egy soktatás edzőnek, én azért azt szeretem, hogy a soktatás edzőnek az ütőjének mind a két oldalában szó. Mert a soklabdás edző lehet, hogy csinálni tenyereset, és utána egy vonákot lehoz. Lehet, hogy vonákot, tehát ezért én, és nekem külön van egy soklabdás szoftom, amit még szerencsére találkozok olyan emberekkel, akikre jóban vagyok. Most például Stan Reed-tól van, de már ott van benne a másik tartalék, amivel soklabdázni fog, az pedig a Salerolában játszott a van. Akik most megnyerték a bajnokok ligáját, a francia csapatban játszott, az adott nekem egyet, az lesz a következő soklabdás szoftom, amivel jobban meg lehet nyesni, és nem csúszik annyira ki. A fél hosszú az fél hosszú, és jobban meg van nyesve, mint a hagyományos japán szoftom. Éppen ezért szoktam alkalmazni a soklabdás dolgokra, különösen nyesetre, meg a falsokra, kínai szoftom. Ez az én véleményem, lehet, hogy nem helyes, de én ezt így szoktam csinálni. Nézzük meg, hogy például a kenyeres görgetés tanításának kezdeteknél, hogyan lehet. Mindig ugyanúgy nyomod, körülbelül te tudod szabályozni a nyesés erősségét, te tudod szabályozni a hosszúságot, minden, a tolás, a nyesés, és meg tudod a gyereket tanítani az alaphozó. Nézzük ilyen gyakorlatot. Dobom neked, oda is törődj. Ugye próbálj a párhuzamot. Vonákot is meg kell tanítani a gyereket. Gyönyörű. Gyönyörű. Kínai iskola. Kínai iskolában a gyerekek megtanulnak sok labdára. 6-7 jó. Miért? Egy azért is, mert gyakorlatilag nincs mindig ott az edzőt, és tudnak egymásnak sok labdát dobni. Kettő azért is, mert az edző azért eléggé nagyúr, és nem mindig akar sok labdázni. És végeredményben elérik azt vele, hogy a két játékos egymást edzésbe tudja tartani. Hát most is már azért már Magyarországon is lassan így van, miután nem olyan optimálisak a körülmények is. Nem mindenütt működik a pingpong úgy, hogy mint régen, hogy volt egy klub, és akkor ott az edző, és akkor utána azt csináltál, tehát végig. Most már a játékosok is olyanná alakulnak, hogy egymásnak sokkal. Ugye te is szoktál a sokkaltázni, mit tudom én, az Emeter, Lehelrel, vagy akárkivel, akik a játékosok rákényszerültek, hogy megtanulják sokkaltázni. A kínai 6-7 éves korában már tettem a sokkaltázni, ugyanis a kínai szisztéma, még mondjunk egy pár szót hozzá, amit itt beszélgettünk a nevennel, hogy a Kínában van azért egy olyan dolog is, hogy a kiválasztás következőképpen működik. Különböző tartományokban, ez pontosan neked van, ez lesz a te halom, hogy így. Tehát ő Kínába akkor menni, és a kínai azt mondja, hogy fogja tanulmányozni, és erről mi már beszélgettünk. Különböző tartományokban a óvodáskor után iskoláznak be. Tehát például mondok, hogy pingpongozó, Cenci Pint mindenki ismerte, itt volt Kiskunfélegyháza, ő Fogcu tartományában, beiskolázva bement az iskolába, pingpongozó reggel esti, tanultak is, a professzorok nem lettek, de megtanultak valószínűleg írni, olvasni, nem biztos, de nem biztos, olvasni, valószínűleg, szépen reggel pingpongoztak, este pingpongoztak, szépen megtudtak. És a tartományokban ezért van annyi pingpongozó Kínában, mert azt is bejöttek olyan szintre, hogy más országban elsők lennének. És a legjobbak a tartományokban kerültek föl a válogatókhoz. A válogatók két részből áll, van az első csapat és a reménység a második csapat. Oda, ha valaki fölkerült, akkor az a tartományi edző az rendkívül hálás volt azért élet végéig, hogy a válogatotthoz bevették az ő tanítványát, és büszke volt. Nem úgy van, mint mondjuk Európában, hogyha valahol elviszik egy centrumban, nem adja oda, mert hát akkor őtől viszi el az eredményt, és nem kapja támogatást. Ott továbbra is kapja támogatást, és
akkor a következő kell neki kiremelni, hogy a válogatott szintre kerüljük, és azok nem hálátlanak a válogatottban, hanem a válogatott edző, ott a válogatott edző dönt el mindenki, mennyit kap. Szó szerint azt jelenti, hogy a válogatott edző gyűjti össze a protoralapvételket, beteszi a mögötte lévő szépbe, és ott tartja be bútkorrabornak két év a szépen. De ez tényleg így van, most már nem ott tartják, de ott beteszi a szépbe, és ő elosztja, hogy melyik tartományi edzőnek mennyi jár, mert az a játékos, aki fölment mondjuk a Hongcu tartományból, vagy Nanchingból, fölment oda a válogatottba, és ott elért, hogy a Pro Touron ennyi meg ennyi ezret nyert, meg ennyi lóvét nyert, az edző hány százalékot kap, és megkapja visszamenőleg, de a válogatott edző dönti el. A válogatott edző az úr mindenek fölött, nem a szövetség. A válogatott edző határoz meg mindent. Ezt nem mondtam a nevem, de hát ez is az egyik lényeg, hogy ezért is tart Kína annyival Európa előtt, mert a válogatott edző a szakmai felelős, mindenért, mindenki határoz meg. Mesélek egy sztorit, ami megtörtént egy pár évvel ezelőtt. Leo Golián, aki a válogatott edzője, ő az én játékosom volt, valamikor már én voltam az ő edzője, meg a Marin edzője is, amikor játszottak a bajnokok ligájában, és én ültem mögöttük. Ő az Isten most, ő a nagyhatalmi úr, és tartott egy edzőtábort, és akkor utána lejöttek, és ott egy megbeszélést tartott a vállalat. Van egy olyan játékos, hogy Hosuei, az egy barátos játékos, egy nagyon jó játékos, mindenütt a világon volt, most a hátrányban. Az a srác, az egy legaranyosabb srác az összes között, de hát ez egy kicsit olyan nyugatiasabb típusú gyerek, és akkor ott terült. Azt mondja neki, Tugórián, hogy figyelj már, most itt megbeszélés van, ne terült. Jó, tovább folytatja a megbeszélést. És ezt valaki kiszúrta a másik asztalnál, és elővette a telefonját, és fölvette az egész szituációt. És oda nézett a Lugórián, és továbbra is telefonáltat a sorra. Oda ment hozzá. Leelvette tőle a telefont, széttaposta, és adott neki két nagy pofont. És egy évre kizárta a vállalatosságot. Na! Ezt, ha én ezt megcsináltam Ausztriában, mondjuk Féger Stefánnal, mi lett volna? Azonnal egyet kirúgtak volna, élete volna rasszista, ezért akár keleti senki, aki akár volna jöttem, a labacok így egyet jutelentettek volna. Körülbelül. Kínálva mi lett a vége? Az azt mondja, hogy egy év, és semmi baja nem, mert még nagyobb lett. Ez is egy különbség. Miért van Kína Európa előtt? Na. Voltatottak a sok labdára. Tehát a sok labda az mindenre nagyon jó. Mindennek megfelek a labda. Bemutatunk egy pár olyan dolgot például a sok labdában. Mondjuk a lepörgetés. Fogom, én különböző pörgetéset adom Zolinak, és a Zoli kétharmadról lepörgetés. Teljes pörgetés oktatás. Ez tudja, hogy maga előtt lesz kisebbet, mert ez nagyon meg van húzva, ugye? Tehát lehet egy gyorsabban is, kisebb tartani, ugye egy olyan a kere is vissza lehet lesz mindezt a pörgetés. Jól fogadni. Lehet egy pörgetés. Lehet egy fonát pörgetés átvenni, most fogok falsokat pörgetni a fonát pörgetés, különböző helyekre húzza le. Lehet akárhova tovább. Gyors, felgyorsítva. Egészen fölgyorsítva, most nem a farsat törekedek, hanem a gyorsaság. Jó? Gyerünk. Körgözik.
lehet toplatával rövid labdát megtanítani az indítást. Mindig tanítsuk meg a kis gyereket indítani. Mondjuk neki, hogy lépjél előre, a jobb lábaddal megindítod, elindul a mozdulat minden, jön a könyökre, utána is a csuklóval megfejezed. Tessék, megtanítjuk Zolikát indítani. Jó van Zolik, az ügyes vagy, bravo! Csukló, miért mered tőle? Találkozta, nem kell csukló. Jó? Vonát. Alá még, így van, alá még, most talál csak fentről még. Így. Tehát minden meg lehet tanítani. Meg lehet tanítani a fél hosszú labda fölvetését. Fél hosszú kapsz, hogy fél hosszú, úgy nevezett szemilang, ugye, ami éppen hogy kicsúszik. Itt milyen koncepciót alkalmazunk a tanításnál? Milyen alapelvet? Engedd le, fiam, vagy pörgess meg fönt, ne. Attól függően, hogy mekkora nyesésük van, attól függően kell leengedni. Tehát, hogyha nagyon megnyesem, akkor lejjebb kell engedni, és több csuklót alkalmazni. Ha nincs benne annyi nyesés, akkor nem kell annyira leengedni, és föntebből már rápörgetni a csuklót. Most ilyen különböző nyeséseket fogok kicsúszott labdákat adni. Ezt is lehet különösen jól a kivai szoftokkal, mert ez éppen ki fog csúszni. Ez nincs annyira megnyesve belőle. Ez jobban, ezt jobban le kell tenni, hogy ez jobban le van. Így van, ez éppen, hogy kicsúszik, ugye? Éppen, hogy kicsúszik. Ez túl hamar körülte, nem? Ugye ezt láttam, hogy korigál. Korigál. Balázs, ezt rá kell tenni. Tehát így ezeket a dolgokat rögtön azonnal látni kell a gyereknek, hogy így húzza, ugyanezt korábban. Föntről talál, ezt egyből nem tudja. Föntről talál, úgy le tudja. Föntről le tudja. Hát attól függ, hogy mit adok. Ezt nem kell leengedni, valaki automatikusan leengedni. Van egy lányos tornám, akit láttam most Sopronban. Ez szervál egyet, az nem oda való volt, az oda ment hozzá. Szervál egyet, és így. Így tanultam? Benne van az, de rossz meg is. Bárki is tudom együtt. De mindegy. Nem tudom, lehet, hogy ők viszont tanultam a hús felé. Elég! Köntről rá! Tehát akkor viszed csak le, amikor szükséges. Ha nem szükséges, megpróbálod azt kapni. Ez éppen ki fog csúszni, nincs megnyerve, az bekörgeted azt kapni. Tehát, félhosszú tanításánál is megvan ez. Minden meg lehet a koronára soklatával csinálni. Csináljunk például, mondjuk tanítsuk meg, hogy egy finomkezű gyereket, mert az a szokás ugye, hogy a tolást indítják, de van, amikor tuszki, ne tudja alakni a nagy tolásos szervát a gyártatás. Az Oli elég tehetséges, és rak egy stopborkot. Te válsz, kapta fegyelesedre egy oldalpalszot, és rak. Ilyen, amikor soklabdás. A soklabdás edző, a multilabdás edző, gyakorlatilag ne is úgy hívjuk a soklabdát, multi, egyéni foglalkozás, individuális edzés, egyéni foglalkozás tartó edző az, aki most egy soklabdás foglalkozás tart. A soklabdának íme, de ez multilabdás edző. Ez a legfontosabb a mostani dolog. Minden. Össze tudod kombinálni a játékot a soklabdával, vagy a multilabdával. Például csinálunk egy olyan ügyelőt. Egy gyakorlatot kíváncsi vagyok, hogy ott a Zoli az. Ez egy olyan egyszerű gyakorlat, egy mondatos a gyakorlat. Vagy rövidet, vagy hosszú kapsz. Nyesre. Ha hosszú kapsz, pörgess meg természetesen. Rövidet meg ragd vissza. Ez a gyakorlat. Na most, hogyha ezt egy gyereknek odaadod, az elején egy kicsit kavarod. Hogy? Azon már. Vagy rövidet, vagy hosszúra. Ő tudta már, ő reagált rögtön a hosszúra. Egy gyerek ott marad rövid. Ha rövidet, rövidet van vissza.
Arra figyel, hogy elvegye, és akkor rendesen fókusz.